Itt vagyunk a Dériné Kulturális Központban. Ma a Nagykun polgári kör vendége volt Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hogyan értékeli ezt a rendezvényt? Annyit előjáróban elmondhatok a kedves televízió nézőknek, hogy a második emeletre volt meghirdetve ez a rendezvény, és le kellett költöztetnünk a moziterembe, mert nem fértek el az emberek. Hogyan látja, milyen sikere volt? Nagy öröm volt látni, hogy ennyi Karcag és környékbeli ember tartotta fontosnak ezt a mai találkozót. Ebből az is következik, hogy mindenki érzi a 2014-es tavaszi országgyűlési választásoknak a súlyát, és azt is nagy öröm volt látni, hogy nem csak, hogy ilyen sokan voltak, hanem hogy ennyi pozitív hozzászólás, és ennyi kérdés, és ennyi vélemény is elhangzott, tehát látszik, hogy aktív közösség az itteni, van véleménye, és ki is mondja a véleményét, és erre buzdítottunk is mindenkit, úgyhogy sok lakossági fórumon jártam már országszerte, de bátran mondhatom, hogy ez a mostani karcagi találkozó volt tán nem csak létszámában, hanem hangulatában is az egyik legnagyobb és legjobb. Majd meg fogják látni a televízió nézők, ugye, akik kíváncsiak rá, megnézik a mai rendezvényről készített felvételeinket. Hogyha összegezni kellene, akkor mennyire voltak ma aktívak a lakosok, mennyit kérdeztek, és mi volt az a legfontosabb téma, vagy mi az, amire a legjobban kíváncsiak voltak? Elsősorban a rezsicsökkentés volt a fő téma. Értelemszerűen ezzel kapcsolatban hangzott el a legtöbb kérdés. Annak is örülök egyébként, hogy, mint mondtam, nagyon sok vélemény elhangzott. Ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a magyar emberek igenis értik, hogy mi történik velük. Sok baloldali és ellenzéki politikus állítja, hogy sok kormányzati döntést a magyar emberek nem értenek, vagy nem foglalkoznak vele. Ez nem igaz, értik és foglalkoznak is vele, hiszen az ő mindennapjaikat érinti. Összességében elmondható, hogy számunkra is tapasztalatdús volt az itteni eltöltött közel 2 óra, hiszen sok olyan véleményt is hallhattunk, amelyek jó vélemények és jó javaslatok, és akár be lehet építeni a kormány vagy a kormánypártok parlamenti munkájába is. A baloldal folyamatosan támadja a rezsicsökkentést. Erről önnek mi a véleménye? Ez nem egy közös nemzeti érdek lenne? Egy normális ellenzéknek nem lenne szabad támadni egy olyan ügyet, amelyik a magyar emberek terheinek a csökkentésére irányul. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nem lehetünk ezen meglepődve, hiszen amikor a baloldal kormányzott Magyarországon 2002 és 2010 között, akkor 15 alkalommal megemelték a rezsi árát, a gázárát a 3-szorosára emelték, a villamos energiaárát pedig a 2-szeresére. Ebből is látszik, hogy hogyan gondolkodnak ők a rezsiről. Ők mindig emelték, a mostani kormányzat pedig azon dolgozik, hogy minél inkább csökkentse. Régen a január 1-e mindig az áremeléseket jelentette a magyar embereknek. Öröm, hogy az idei január 1-e már az árcsökkentést jelentette a rezsi tekintetében a magyar embereknek. Én azt gondolom, hogy ez jól tükrözi a két politikai oldal közötti különbséget. Vannak olyan negatív hangok, hogy ez csak mindössze kampányfogás. Ez nem igaz. A mostani kormány, az Orbán kormány már 2010-ben befagyasztotta a rezsijárakat. Az egyik első intézkedése volt, hogy úgy döntött, hogy nem emelkedhetnek a rezsijárak, majd hosszas és alapos előkészítő munka után már 2012 őszén meghozta az első rezsicsökkentésre vonatkozó döntését, holott akkor még messze nem volt kampány, körülbelül a ciklus felénél volt a megbízatásának a felénél volt a mostani kormány. Ha kampányfogás lenne, akkor csak most került volna ez napirendre, és nem így történt, tehát ez alaptalan vád. Hamarosan elindulhat a harmadik rezsicsökkentés. Mik ennek a feltételei? Két feltétele van. Az egyik az, hogy megalapozott és fenntartható legyen. Ez ügyben folynak a számítások jelen pillanatban is. A január 24-én esedékes frakcióülés dönt erről majd. A kormánypártok frakcióülésén születik majd az a döntés, hogy milyen szolgáltatásokat és milyen mértékben érint a harmadik rezsicsökkentés. A másik feltétele, hogy ez megvalósuljon, hogy sokan támogassák. Ez azért is fontos, mert az uniós bürokraták is támadják a rezsicsökkentést, a hazai baloldali politikusok is támadják, illetve maguk a közműszolgáltató cégek is, akik féltik a profitjukat, a pénzüket, azok is támadják a rezsicsökkentést. De az a közel 2,5 millió ember, aki kiállt a kormány rezsicsökkentés
döntése vagy intézkedése mellett, az komoly erőt és komoly támogatást biztosít. Arra kértük ma is az itt megjelenteket, hogy támogassák a kormányt a jövőben is, és felhívtuk a figyelmüket, hogy a 2014-es választás valódi tétje az az, hogy folytatódhat-e a rezsicsökkentés politikája, hiszen mindannyian tudjuk a nyilatkozataikból, a programfüzeteikből, hogy a baloldali pártoknak, hogy a Gyurcsány koalíció tagjainak, hogy bizony eltörölnék. Hogyha a 2014-es választásokat a kormány megnyeri, pontosabban a kormányzó párt megnyeri, akkor ön szerint hol lehet még csökkenteni a kiadásokat? Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb feladat, hogy folytatódjon a rezsicsökkentés. Hogyha ezen túl vagyunk, akkor a magyar családok terheinek könnyítésén és a bevételeinek a növelésén kell tovább dolgozni, mondok erre konkrét példákat. Azzal, hogy egy magyar családnak több maradjon a zsebébe, nem csak a rezsicsökkentés járulhat hozzá, vagy ahhoz nem csak a rezsicsökkentés járulhat hozzá, a minimálbér emelése, a nyugdíj emelése, a bérek emelkedése, a munkahelyteremtés, illetve a családi adókedvezmény és az egy kulcsos adórendszer is, ami jelentős könnyebbséget jelent számos magyar családnak. Nyilvánvalóan ebbe benne van a terhek csökkentése, és tehát gondolkodni kell majd még azon, hogy milyen olyan rezsitételek vannak, akár a víz, a csatornadíj, amelyek további csökkentése is indokolt lehet még. Én azt gondolom, hogy egyfelől nem lehet vita, hogy a mostani kormány elkötelezett a rezsicsökkentés politikája mellett, tehát mindenki bízhat abban, hogy ez folytatódni fog. Április 6-ára írták ki az országgyűlési képviselőválasztásokat. Nem kérem azt, hogy jóslásokba bocsátkozzon, de ön szerint milyen összetételű lesz a magyar parlament? Én őszintén remélem, hogy a magyar emberek büszkék azokra a sikerekre, amelyeket a kormány velük együtt közösen elért az elmúlt időszakban. Magyarország talpra állt, ma már saját maga gazdálkodik, stabilan tartja a pénzügyeit. Őszintén remélem, hogy mindenki érzi, hogy bár még sok teendőnk van, nagyon sok feladat áll még előttünk, de az irány jó. Korábban a Gyurcsány korszakban elvettek egy havi bért, egy havi nyugdíjat, 15-ször megemelték a rezsit, emelték az adókat, ehhez képest a mostani kormány csökkentette a rezsit, emelte a nyugdíjat, emelte a minimálbért, és csökkentette az adókat is. Ebből az következik, hogy őszintén bízunk benne, hogy a magyar emberek ismét bizalmukat adják a mostani kormánynak. Nem, valóban nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, de azt látom, hogy nagyon-nagyon sok a támogatója a kormánypártoknak, és azt pedig tudom, hogy ilyen felkészülten és ilyen szervezetten még soha nem vágott neki a Fidesz és a kereszténydemokraták a választásokon. Mit gondol, milyen kampány lesz, mennyire lesz felborzolva a közhangulat Magyarországon? Nyilvánvalóan a baloldal abban érdekelt, és a Gyurcsány megjelenésével még inkább ez borítékolható, hogy a Gyurcsány koalíció abban lesz érdekelt, hogy minél nagyobb balhék és botrányok legyenek, és egészen durva lejárató kampány legyen. Láttunk már ilyet tőlük, azt gondolom, hogy egyrészt senkit nem szabad, hogy meglepetésként érjen, másrészt fel kell rá készülni, meg kell vívni a Gyurcsány koalícióval a csatát, és meg kell küzdenünk azért, hogy ne juthassanak hatalomba, de erre képesek vagyunk. Végül néhány magánjellegű kérdés. Ön 2012 vége óta a Fidesz kommunikációs igazgatója, milyen út vezetett idáig, hogyan lépett ön politikusi pályára? 2006-ban lettem Budapest 8. kerületének Józsefvárosnak az alpolgármestere, 2009 óta vagyok a polgármester, és 2010-ben pedig országgyűlési képviselőként is bizalmat kaptam a józsefvárosiaktól. Akkor országgyűlési képviselőként a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöki feladatait kaptam meg megoldandóként. És valóban, ahogyan is mondta, 2012 őszén a miniszterelnök úr kért fel arra, hogy bár még kampány távol volt, de a kampányra való felkészülés jegyében a kommunikációs igazgatói feladatokat lássam el. Ezt tudásomnak megfelelően, ahhoz mérten a legjobb szándékkal, nagy kitartással igyekszem nap mint nap elvégezni. Riportalanyainktól, és ez alól nincs kivétel, mindig megkérdezzük, hogy járt-e már városunkban, illetve ugye az új Hungarikum, a karcagi birkapörkölt, kóstolta-e már? Nem kóstoltam, de a rendezvény végén a polgármester úr meghívott a következő ilyen rendezvényre, amit nagy örömmel elfogadtam. Alapvetően alföldi származású gyerek vagyok, Csongrád megyei. Karcagon még kiskoromban jártam a szüleimmel, azóta sajnos nem vetett erre a sors, de a polgármester úr meghívását örömmel elfogadom, és akkor ezen már is tudunk változtatni. Akkor szeretettel várjuk június végén Karcagon. Köszönöm az interjút. Köszönöm.
300 alatt, és utána már